Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Az ő gondolatait, terveit itt látjuk a felső és az alsó képen. Itt a fő papnő őrzi a titkok könyvét, ahol a sors utak le vannak írva. Jelent egy spirituális területet is. Lehet, hogy megvan nála a bizalom, és tudja azt, hogy minden úgy alakul, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. Vagy érdeklődik a spirituális terület felé, vagy úgy gondolja, hogy nálad van meg ez a tehetség. Itt lesz egy ünnepség. Ő vagy szervezi ezt a találkozást, vagy kap egy meghívást, de szeretné azt, ha te is boldog, vidám lennél, vagy meghív téged erre az ünnepségre. Az ő érzelmei itt bal oldalon láthatóak. Ő nyitott arra, hogy kimutassa az érzelmeit. De benne van egy bizonyos helyzetben, ami fogva tartja őt. Mivel a közelben itt vannak az érmék, ez lehet az anyagi helyzete vagy a munkahelye. Tulajdonképpen fontos számára a biztonság érzete, erre utal a négyes szám. Lehet, hogy emiatt még meg akarja tartani a munkahelyét, de van itt egy szűkös helyzet, fogva érzi magát, és ki akar lépni ebből a helyzetből. Nála van itt két ajánlat, itt mérlegeli a dolgokat, és hamarosan döntéseket fog hozni. Itt az érmék jelenthetik a belső értékeket is, és a kettes szám vagy egy szerződésre utal, vagy a ti párkapcsolatotokra. Lehet, hogy van még egy kapcsolata, ahol ő fogva érzi magát, amiből ő ki akar lépni. Itt kimutatja az érzelmeit, és biztos lehetsz abban, hogy mérlegeli a dolgokat, meg lesz a belső egyensúly, és hamarosan döntéseket fog hozni. Hogy mit fog tenni irányodba, az itt látható. Nála volt egy küzdelem, külső befolyások, de ahogy látható a képen, ő lezárja ezt a helyzetet, sőt, itt van egy győzelem, elhagyja az egyik partot, az lehet a jelenlegi munkahelye, vagy a jelenlegi párkapcsolata, elköszön ebből a helyzetből, hiszen itt is látható, hogy kilép ebből a helyzetből, és lesz egy új irány, ő evez, ő irányítja a dolgokat, megvan a bizalom, mert bízik abban, hogy minden úgy lesz, ahogy a sorsok könyvében ez meg van írva. És mi van írva a sorsok könyvében? Ez a szerelem kettőtök között. Mielőtt kivetném még a másik kártyákat, megemlíteném azt, hogy ez a felvétel június 21-én jelenik meg, és a hold ezen a napon a Jesta holdházban van, ami utal egy bölcs vagy okos döntésre. Az is lehet, hogy egy idősebb személy, ez lehet egy nő, lehet egy férfi is, segít neked. Van egy jó kapcsolat Vénusz bolygó és Jupiter bolygó között, ez kihat ránk hölgyekre és szerencsét hoz, vagy kihat a szerelmi témákra, és ott is meg lesz a lehetőség, a szerencse, ami itt is látható a kártyáknál. Van egy jó kapcsolat Mars bolygó és Merkur bolygó között,
Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket, a tárgyalásokat, a szerződéseket, a kommunikációt, és Mars bolygó egyrészt a mi erőnket, hogy megbízhatunk ezekben a tárgyalásokban, vagy aláírhatunk egy szerződést, de Mars bolygó jelentheti a férfiakat is, akik keresik a kommunikációt, vagy vannak lehetőségek, hiszen lesz egy szerződés, itt is látható egy ajánlat, és neki kell döntéseket hozni. De előre viszi a dolgokat. És megnézzük, hogy még mit mutatnak a kártyák, ami a főpapnőt illeti. Itt megjelenik a nap, tisztázódnak bizonyos dolgok, megvilágítja az élet utakat, a döntéseket. És megnézzük, hogy mit jelent ez az öröm, ez az ünnepség, ez a találkozás. Lehet, hogy ő örül annak, hogy meghívhat téged, és lesz egy ünnepség. Előfordulhat, hogy ő úgy gondolja, hogy ez kellemes lesz mindkettőtök számára, de légy óvatos, mert ebben a csoportban van egy hamis személy. Szerintem egy nő, aki figyelget majd benneteket, hamis, hazudozik, becsapja őt, tehát légy nagyon óvatos, akkor is, ha ilyen barátságosan közeledik hozzád, de van itt egy hátsó gondolat, hiszen ártani akar neked, vagy nektek, lehet, hogy kíváncsi vagy, irigy rád. Milyen döntéseket hoz? Hogy hat ki az anyagiakra, vagy a munkahelyére? Itt a hold látható, ami inkább az érzelmekre utal. Ebben az esetben ez a döntés a párkapcsolatot jelenti, hogy értékes vagy számára, hogy az álmait meg akarja valósítani, hiszen a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket és az érmék, a föld elemét, a reális dolgokat. Tehát ő nem csak álmodni vagy álmodozni akar, hanem ezt meg akarja valósítani. Milyen érzelmekkel közeledik hozzád, hiszen itt látható, hogy nyitott, érzelmeit kimutatni, itt van egy levél, tehát ő írni fog, és nyitott lesz találkozásra, vagy kimutatja az érzelmeit. Ez a levél lehet egy meghívás is. Milyen helyzetből akar ő kilépni, hol van ez a szűkös helyzet? Hát itt a háttérben megjelenik a kígyó, tehát egy nő, és ő le akarja zárni ezt a kapcsolatot ezzel a nővel. Ez lehet egy pár kapcsolat még jelenleg, vagy valaki a múltjából, de nem engedi azt meg, hogy ez a nő befolyásolja őt. Milyen irányba haladtok? Itt az egerek eltávolítják a múltat, az egerek eltávolítják az egyik partot, ami szintén azt jelenti, amire itt a kép utal, hogy lesz egy új irány, lesznek változások. Itt a szerelem kettőt között. Ez egy régi kapcsolat. Nem hiszem, hogy ő le akarja ezt zárni, hiszen ezekkel az érzelmekkel, tervekkel közeledik hozzá, tehát nem logikus az, hogy ő le akarja zárni a szerelmi kapcsolatot. Akkor ebben az esetben ez a kép inkább régi témákra utal, hogy visszatér hozzád a múltból, vagy itt van kettőtök között egy kármikus kapcsolat, és ismeritek egymást a korábbi életetekből. Milyen vitái voltak, hogy tudta ezt lezárni? Itt
Itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, egy szép környezetet, azért zárja le ezt a helyzetet, mert ő szeret téged, és a virágcsokor lesz itt egy kellemes meglepetés, vagy egy meghívás, vagy egy ajándék. Ő is örül annak, hogy itt vannak győzelmek, sőt elvárja azt is, hogy megkapja tőled az elismerést. Az ő napi energiája itt a lilium az jelenti a tiszta gondolatokat, tiszta érzelmeket, és ő szeretne veled tisztázni valamit. A lilium virág a lenomárt kártyáknál jelenti a szexuális témákat is. Lehet, hogy vannak ilyen gondolatai a mai napon, vagy ilyen érzelmekkel, vágyakkal közeledik hozzád. A te napi energiád itt látható a csillagkép, ami jelenti a bizalmat, hiszen érzed azt, tudod azt, hogy minden úgy lesz, ahogy a fő papnő közli, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. A csillagok jelentenek számodra aktuálisan egy jó helyzetet, hiszen szerencsét hoz. Persze jelenthetik a spirituális területet is, hogy érdekel téged ez a téma, lehet, hogy ez a hivatásod. És ez volt a jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze leírhatod a véleményedet a kommentárban, és örülök annak is, ha meglátogatsz a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!